Akkor a B-like-et fogom először megszólítani. Dani nagyon benne van a számítógépbe. Béla, egy pár szót mondj már el, hogy akkor, amikor találkoztunk, akkor mi volt a véleményed, az egész, te tényleg őszintén az üzletről, meg most mi a véleményed? Linával üzletet, építetek üzletet házaspárosan, úgyhogy adom a hangot tisztelettel. Hogy hát amikor mi találkoztunk a Lilivel, ugye hát azt tudjuk, hogy nem volt véletlen. Lényege, hogy utána a Lili említette ezt a bizonyos hajros dolgot. Ő volt a harmadik, aki ezt elmondta, tehát nem elmondta, hanem e-mailbe kaptam különböző emberektől előtte két esetben, ami ugye nem volt hiteles. Mivel a Lilit mi véletlenül megtaláltuk a netten, egész mást kerestünk, tehát nem tudtuk, hogy a Lili lesz. Lényege, hogy rátértünk erre a Kairos nevezetű cégre, és mivel én előtte megnéztem, hogy hogy működik, vagy nem működik, ezek a számok, amiket én kaptam, tetszett, de nem volt hiteles az ember, aki ezt nekem elküldte. Tehát ilyen spam-szerűen jött az egyik, a másik pedig egy ismerősömtől, akivel még soha egy közös bablevet sem tudtunk megenni, és eljutottunk odáig, hogy a Lili ezt említette. Mondtam, hogy meg kell próbálni, de ha Lili csinálja, nem lehet rossz, mert nálam Lili teljesen hiteles. És hát én az elején tényleg azt mondhatom, hogy ahogy elkezdtük, abszolút szkeptikus voltam, tehát nem igazán vettem tudomást arról. Mondom, hát ez kockázatnak nem kockázat, belefér, kezdjük el. És hát utána, amikor jöttek a bizonyítékok, akkor utána jártunk a dolgoknak, teljesen meggyőző volt minden. Tehát minden információ, ami egy kicsit kétes volt számomra, helyre lett téve, és eljutottunk arra a szintre, hogy maximális bizalom van, és én úgy gondolom, hogy a világ idáig elég sok ilyen hálózati rendszert megkóstoltam, elemeztem. A világ egyik legjobb üzletében vagyunk, tehát nagyon-nagyon-nagyon jó helyen vagyunk. Ennél jobb helyen már nem tudunk lenni. Úgyhogy köszönöm, hogy tudtam hinni a Lilinek, tehát a jó rezgése átjött azonnal, és ez nekem már elég volt, mert a rezgés szám, hát ahogy tudjuk, marha fontos. Köszönöm szépen! Mi köszönjük, Béla, hogy itt vagytok velünk, és... Audio Jungle.